hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt egy újabb frakció bemutató lesz a Cyrodiil's Total War-ból. Először is voltak kérdések, ugye a legtöbb kérdés az mindig általában ezen a játék, illetve módjainak esetében a kifogyások, a telepítés, megakadások, a beállításokat szokták érinteni. Általában ez a telepítés utáni első kérdések, hogy hogyan nem fagy ki a játék. Hát a Medieval 2 moddolva azért egy elég instabil game-nek számít. Tehát nem mondhatom azt, hogy van bármi módszer arra, hogy 100%-ban blokkoljuk, vagy elkerüljük azt a lehetőséget, hogy a játék kifagyjon. Persze vannak olyan megoldások, mint a játék telepítésében is a 4 GB patch elnevezésű segédprogram, amit ugye nagyjából elmagyaráztam a telepítés videóban. Ez magam sem értem sokszor, hogy mit akar, vagy hogy is mondjam. Aha. Tehát van ez a 4 GB patch, ezt kell lefuttatni a két indító állományra, ugye a Kingdoms, illetve a Medieval 2 exére. Én megmondom őszintén, hogy ezek után is tapasztaltam már fagyást, tehát nem 100% védelmet adnak. Sőt, ezek inkább szerintem csak annyi, hogy maga a szoftvernek a RAM használatát bővíti ki, vagy valami ilyesmi, ahogy ugye később a Shogun 2, ROM 2, Attila esetében is vannak azok a megoldások, ugye, hogy nem csak a szoftver több hardvert lásson úgymond a gépetekből, mert ugye ezek le vannak korlátozva egy bizonyos számra, és ugye ennek a korlátnak a kibővítésére vannak manuális lehetőségek, illetve moddolási lehetőségek. Ez a lényege igazából. Én amit szoktam javasolni általánosságban Medieval 2, minden kör mentés, főleg a vége, és sőt, inkább a kör elején, mert én attól függ, mert például ott volt a magyar mód, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a magyar mód mennyire labilis volt. Egyszerűen még csatádi mester se tudta megoldani, igazából az ő zsenie is se tudta kiküzöbölni, tehát moddolva nagyon instabil a Med 2, ezért én mindig azt szoktam javasolni, hogy a kör elején mentsetek, elmagyarázom, hogy miért. Azt vettük észre általában, hát a régi megfigyelés az ugye a Total War Online-ról, hogy ha mást léptek, tehát egy körben van egy csatátok, vagy egy kifagyásatok, akkor hogyha mást léptek az adott körben, mint ami a kifagyást okozza, feltehetően ugye, akkor nagy eséllyel tovább viszi a mentést, vagy hát a kört a játék, és nem fagy ki. Hát általában ugye most is a kérdés arra érkezett, hogy mondjuk 4 sereggel ostromol egy várat valaki. Hát igen, minél több változó van éppen egy adott csomóponton a játékban, annál nagyobb az esélye, hogy kifagy. Sajnos ezt inkább úgy kell elkerülni, hogy mondjuk legyen az a 4 sereg csak 2 vagy 3, és akkor megpróbálni összevonni az erőt, vagy hát hogyha ez továbbra is ott lehet, hogy valami bug van, akkor ugye kikerülni azzal, hogy mondjuk nem játszod le, tehát nem kattintasz a valós idejű csatára, hanem megpróbálod autócsatával, illetve kiéheztetve a város tovább vinni a mentésedet, mert gyakran vannak tehát mentés, gyilkos helyzetek. Úgyhogy nagyjából ezt tudom tanácsolni így elsőre. Ugye van még egy lehetőség, az a map.rwm file-nak a törlése, amit ugye újra generál majd a játék a következő betöltéskor. Ez még megoldás lehet, ezzel én nagyon ritkán szoktam élni, és elnézést, hogyha fújtatnék, de most így hirtelen annyi, megint előre rohantam a gondolatokban, és próbálom összeszedni, ilyenkor szoktam ilyen nagyokat fújtatni. Jó, ugye Bizánc volt a kérés, most megmondom őszintén, hogy én Bizánccal nem nagyon szoktam játszani, és nem is ismerem nagyon. Azt látom, hogy
kettő frakciójuk van a játékban, az egyik birtokolja ezeket a úgymond nyugati területeket, illetve egy kis megyét ott, vagy egy kis területet ott, illetve a másik húg birtokolja magát Konstantinápolyt. Hát nézzük meg akkor ezt a házat 6 régióval, és utána vissza fogok jönni, és megnézem ezt a klánt, vagy házat. Ez valószínűleg ugye a polgárháborúra utal, ami az adott korban volt. Utána olvasgattam Bizánc történetének, tényleg őszinte leszek, részemről ezen ismeretanyagok azért valami alacsonyan vannak. Eleve nem szerettem a kort és azt a fajta beállítottságot, amit Bizánc képviselt ebben az érában. A létjogosultságát persze értem, hogy miért tudott felmaradni idáig. Ugye megkapjuk a klasszikus módnak a bevezető idézeteit, minden leírását, Garrison Script, Hardcore Gameplay, ez a mod továbbra is zseni, azt kell, hogy mondjam, és úgy látszik, hogy most akkor én őket választottam? Őkig? Jó. Tehát akkor azt a frakciót választottam, aki nem birtokolja Konstantinápolyt. Az látszik, hogy a szerbekkel kapásból háborúban állunk. Úgyhogy ha valaki egy viszonylag durva és nehezen induló kampányt szeretne, akkor megtalálta a számítását ezen frakció választását követően. Vagyis ezen frakció kiválasztásával megtalálta számításait. Nézzük meg kapásból, hogy milyen egységeink vannak a csatatéren. Szerintem ez lehet ugye a legjobb megoldás. És hogyha jól látom, magát az uralkodót visszük csatába. Nem fogom külön választani. Vagyis elképzelhető, hogy külön részként fogom feltölteni nektek ezt a két részt, majd ezt még utólag meggondolom. Egyelőre akkor nézzük, hogy mire számíthatunk. Bizánc korai, hát a történelem számára már kései katonáival ebben a csatában. Azt mondja, hogy az újit azt mindenképp minimálra tesszük, mert én máshogy már nem tudom elviselni. Előre is elnézést kérek azoktól, akik szeretik a bannereket. Kivettem őket, mert szerintem elég az, amit a játék, vagyis a mód hozzáad zászlóként. Nos, kezdjük. Úgy látom, hogy itt van valami nemesi lovasság. Igen. Nem is kell a nevükre rámennem, hogy lássam, hogy a kopiás zászlók általában nemesi bandériumokat, illetve nemesi alakulatokat takarnak. Illetve az, hogy nehéz páncélzatúak pajzsal, kopiával, az általában valami nemesi vagy elit, nehéz páncélos lovasság. Ugye a turkopolok, már értelemszerűen magyarok, lovasi jászok, lehetnek közben kunok, akár tatárok, turkopol mindenképp magyar eredetű. Itt látom, van külön, vannak a turkopol, illetve vannak a türkmen törzsi harcosok. Általában, ugye itt már azért lehetnek tatárok, de én úgy tudom, hogy a turkopol az általában magyarokat jelentett, aztán később, hogy ez hogyan módosult, hogy mindenféle lovas, nomád népet. Maga egyébként a harcosoknak a felszerelése az mindenképpen a magyarokra utal. Tehát a ló diszítettsége, vagy hát a lószerszám diszítettsége, illetve a vértezet, meg tényleg az, hogy egy kicsit ilyen előkelőbb lovasi jászok. Ugye itt vannak a törzsi íjászok, hát ők hasonlítanak jobban a tatárokra, de ők is simán lehetnek magyarok. Tehát itt azért ez egy eléggé képlékeny társaság. A tengerészgyalogságnak tűnik. Biztos, hogy van Bizáncban története, illetve háttere ennek a dolognak elég nagy flottával. Hát maga ugye az egész birodalom, a bizánci birodalom a beltengerre épül. Tehát
kell, hogy legyenek tengerészei. Aztán itt vannak a gárdisták, ugye sokan úgy, sokaknak, hát maga a cári, vagy cári, tehát a császári gárda az ugye a varégokból állt, nagy eséllyel, ugye a vikingekből egy időben. Azt itt a később időkben már lehet, hogy amikor a varégok már nem nagyon portyáztak, meg tényleg a letelepedést választották, akkor már lehet, hogy betagozott, de azért a gárda az mindenképp kemény harcosokból állt. Itt látom, ilyen egyenes karda a szabjával is vannak ábrázolva, minden esetre erős gyalogság. Klasszikus lándzsásaink, közepes gyalogságként, nagyobb közepes pajzsokkal, itt van egy, itt egy szintén egy ilyen területvédő, tartó, megtartó lándzsások. Aztán mi van még itt? Az íjászaink, hát eléggé ütőképes haderőnek tűnik számomra a bizánc hadereje. Itt is a tengerészek, aztán mi van még itt? Itt van megint a gárda. Ez látszik, hogy ez egy elit hadsereg. Megint a törzsi harcosok, turkopol, és ugye a lándzsások. Megint egy elit. De viszont ők ugye zászló nélküli kopjákkal, de hát akkor is nehéz lovasság. És illetve maga a testőrség. Hát ezzel konkrétan csatákat lehet nyerni a Med-2-ben. Azért a Cardoms-ban egy kicsit árnyalt a kép, de minden esetre szépen megoldott egyensúly van, én úgy érzem a játékban, meg magában így a módban. Aztán ki, ahogy érzi. Persze azt tudjuk, hogy a Kingdomsnak sajnos a lovassága, vagy a lovasok kezelése az nem túl acélos. Minden esetre én azt gondolom, hogy aki szereti ezt a játékot, annak ez a mód egy külön csemege lehet, mert tényleg jó kis mód ez, na. Tehát ennyit, ezeket mindig így hozzá szoktam tenni a kis hülyeségeimet. Ez egy kimondott jó kis mód. Sok móddal játszottam, nagyon sok órát a pályafutásom alatt, hát most már lassan. Hát 16. éve nyüstölöm a Med-2-t, mert én sose veszek meg játékot megjelenéskor, nagyon ritka. Ugye a Medieval 2 esetében is 2006. decemberében jelent, ugye meg én 2008 végén kezdtem vele játszani. Hát még mindig szerintem a legjobb Total War, ami létezik. Ha csak nem a Shogun 2-t nem veszük ide, de az csak azért, mert az az én személyes kedvencem. Mint érában, mint Japánt ugye nagyon kedveltem abban az adott időszakban. Persze most se tudok sokat a középkori Japánról, de imádom azt a fajta hadművészetet. Ami sokak szerint nem túl kifinomult, de hát a középkor se volt az. Tehát azért aki így ítél meg játékokat, az valahol nem objektív. De ugye az embereknek a legtöbb döntése ugye nem is lehet objektív, tehát jó, én azt mondom, hogy ebből eleget láttunk. Nézzétek meg, egy klasszikus Med-2 csata van kibontakozóban. Én általában nem szoktam megzavarni a csatarendeket. Tehát én úgy szoktam játszani, hogy nagyjából ilyen... Először a csatákat általában ilyen metodista stílusban indítom, de nem túl merev metodista stílusban. Ez annyit jelent, hogy az alap jól bevált metódusokat ilyen rugalmasan szoktam kezelni, és ebből jön ki az, hogy általában jól reagálok a dolgokra. Meg hát itt van a példa, hogy ugye a Med-2 alja sajnos ugye nem képes megoldani bizonyos problémákat így. Ugye az unalomig ismert csata fog ebből kibontakozni, de hát ez van. Most bedaráljuk a lovasságát, a mi saját elit lovasságunkkal, közben a lándzsásaink ugye megoldják a helyzeteket, a szárnyakról a lovasíjászok megbontják a csatarendet, és tulajdonképpen úgymond meg vagyunk. Hát itt egy kis hibát követtünk el, mert nem figyeltem. Látjuk, hogy itt van pajzsfal formáció.
nagyon könnyű csata. Jó, sokkal ügyesebben is véghez lehetne vinni. Nem így, de most így sikerült. Jó, szerintem belepörgetünk, mert láttunk mindent, amit kell. De látjátok, hogy igazából mi állunk nyerést, vagy nem nyerésre. Tehát ahhoz képest, hogy mi, hogyan indítottam ezt a csatát, még az is lehet, hogy simán levernek minket, mint vaka poharat. Now his men will lose heart. Igazából nem tudom, hogy miért történik, mi történik, de annyira nem is nagyon tud meghatni. Kilépünk. Simán nyerhető, ha nem támadunk. Persze mi voltunk a kezdeményező agresszív fél, de hát ugye ezt most bemutatónak használjuk. Oké. Jó, hát ugye mi fogunk visszavonulni, és annyi volt, arra voltam kíváncsi, igen, tehát magát a frakció vezérét vittük táncba, itt. Látható, hogy azért el vagyunk látva nagyjából, a mod nem bánik szükmarkóan a nemesekkel az indulás tekintetében. Ugye a nemest értsétek úgy, hogy maga így a rendes karakter, aki köré hős lehet vagy sereget lehet szervezni. De ugye tudjátok nagyon jól, hogy ebben a módban, vagy hát ebben a játékban ugye még az önálló seregek megállják a helyüket. Ezért is szeretem annyira ezt a fajta játékot, mert itt még a régi bevált dolgok működnek. Egyszerűen nem kell ahhoz egy rendes történelmi vagy úgymond kiemelkedő képességű karakter, hogy sereget tudjunk küldeni egyik helyről a másikra. És ez az, amit ugye a Shogun 2, vagy hát a Shogun 2 után a Rome 2 elvett a Total War játékosoktól, és megszűnt a úgymond a sereglogisztika valós megjelenítése a játékban, vagy a játékszériában, és onnantól kezdett mélyrepülésbe ez a széria, és nem is tért vissza belőle soha. Úgyhogy számomra egy igazából a Total War egy elfeledett brand lett. Sajnos az Attila utáni játékaik már 100 óra játékidőre se tudtak lekötni. Sokkal szívesebben játszom egy Attilát, még egy Rome 2-t is, mint bármelyik náluk újabb Total War-t. Félelmetes, hogy áldozott le egy ilyen nagy múlt széria a régi játékosok szemében. Meg számára, inkább így mondom. Én mindent szoktam, jöjjenek a törökök, Philadelphia. Ugye sokan azt hiszik, hogy Amerikában az elnevezések azok ilyen új dolgok voltak, pont nem. De nézzétek meg, hogy még így a vereség ellenére is, hogy micsoda embertömeget őriztünk meg. És igazából elit csapataink milyen csapatok ellen véreztek el, tehát érthetetlen. Úgyhogy a kialakított egyensúly lehet, hogy itt szenvedett egy csorbát. Na itt csak azt akartam megnézni, hogy nézzétek, hogy nem volt rendes ügynökünk. Egy diplomatánk és 3 pappal indítottuk magát a kampányt. És azt csak akarom csak megnézni, hogy... Aha. Jó. És akkor megnézzük, hogy milyen a másik frakció. Nem veszem külön a videót, mert az valószínűleg nem lenne fair. Szerintem. Eleve egyhez tartozik. Csak remélem, hogy jót fogok kiválasztani. Na. Szóval most voltunk velük. Igaz? 6. Ővelük kezdtünk. Jó. Tehát mi most ide fogunk benézni. Remélem jót választottam ki. Ha valakinek vannak ilyen pontos ismeretei a témában, és van valami link, hogy valami olyan oldalra vezető link, ami egy ilyen kicsit részletesebb leírást ad Bizánc ebben a korban lévő
Micsoda? Hú, ezt nem olvastam még. Ezt most látom először, ezt a fajta. Aha, ezt láttam. Tehát, hogyha valakinek van olyan információja, hogy hol tudnám tanulmányozni valami közérthetőbb stílusban, kicsit leegyszerűsítve Bizánc ekkori történetét, azt kérem, hogy linkelje be, mert kíváncsi vagyok rá. Na, itt már azért vannak assassinjaink, mondjuk. Aha, klasszikus. Itt már van assassin, van kém, azért egy diplomata is, egy hercegnő is, meg három pap. Tehát nagyjából azért itt már van egy kiépült titkosszolgálat. Igen, és akkor itt van maga a császár. Aha. Hát a klasszikus karakterekkel, Toxotai, Peltasszoly. 42, Sifonatores. Itt vannak a tengerészek, itt vannak a varégok, szerintem, akikre én gondolok. Igen, a varangály, varangóni, varangói, ezek szerintem eredeti elnevezések. És tényleg elnézést kérek mindenkitől, hogy nem vagyok képben ezt a fajta kultúrkört, meg ezt a fajta, vagy ennek a régiónak a történetét illetően. Értelemszerűen egy ember kevés arra, hogy mindent tudjon mindenről. Napra készen, mert régen lehet, hogy többet tudtam Bizáncról, mint most, sőt, biztos. Tehát egyszerűen újra felvenni ezeket az ismeretanyagokat, és újra időt szakítani ezek felfrissítésére. Ugye tudjátok, hogy az ember mindig azt tudja jól megjegyezni, ami éppen napi szinten kell neki, meg ami tényleg, amihez sűrűbben nyúl. Hát én most ne haragudjatok, de nem tudok visszanyúlni az emlékezetemben oda, ahol még ez az ismeretanyag a birtokomban volt. De látjátok, hogy megkapjátok konkrétan Konstantinápolyt és környékét, és akkor itt meg ugye az a lényeg, hogy a polgárháborút megnyerni az előbb látott frakcióval szemben. Ez egy nehéz kampány ismét. Nézzük meg, hogy váltja a kört, mert általában mindig az első körváltás szokott a frakció bemutatókban megtörténni, illetve hogyha már az első körben fagyást tapasztalunk, akkor azért az borítékolható, hogy ott valami komolyabb bug van. De ezt a modot azért 2 év alatt, amíg készült, rommá tesztelték. És nézzétek meg, hogy a törökök már jönnek. Tehát ismét csak azt tudom mondani, hogy nem kell nehézségi szintet állítani ahhoz, hogy kihívásokkal teli kampány elé nézzen a játékos. Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja ebben a módban a számára kedvező nehézségi szintet normál fokozaton. Jó, a csatákat lehet hardra tenni. Régen én mindig úgy játszottam, hogy normál kampány nehézség és hard csata nehézség, de láttátok itt is, hogy még Bizánccal se tudtam szinte legyőzni egy sima lázadó sereget. Akármilyen, hogyha még volt is története ennek a lázadó seregnek. Tehát azért itt ezt vegyétek figyelembe, hogy... És az ugye eleve hardcore gameplayt be lehet állítani, ahol ki kell gazdálkodnotok az ostromló seregeket. Na most itt megint az a kérdés, hogy vajon ezt a török sereget mivel vered vissza? Innen Konstantinápolyból viszed el a seregedet? Mert nincsen sereged, nincs pénzed. Mivel? És ugye ugyanazokat a csapatokat látjuk megjelenni itt is, tehát nagyon nincs is értelme belemenni ebbe a csatába. De viszont a kedvetekért még ezt megteszem. Ez egy elnyújtott frakció bemutató lesz. Lehet, hogy külön fogom választani. Hát jó. Hatalmas török sereg, te jó ég. Hát igen. Ez baj. Feltásztoljuk. Mégis számunkra ez az egység a lényeg, hogy ők kik. Aha.
Görög tűz. Aha, értem, hogy miért vannak ilyen kevesen. Meg a varángok. Hát... Aha. Zseni. Zseni. Nagyon szépen kidolgozott. A tengerészeket meg már láttuk. De nagyon szépen kidolgozott egységek. És ugye mi támadtunk, de hát a Med-2-ben általában az AI ránk ront. Viszont ugye jön az erősítés, ami... De valószínűleg ki leszünk, nem leszünk kisegítve. És már jönnek a turpák. Jó. Hát őket ugye meg lehet próbálni elriasztani. Szépen leszedik őket az íjászok. Na akkor hozzuk ezt a szedett veled bandát. Ide valószínűleg jobb szányra kéne. Ja ugye hátulról jönnek be, ami eleve baj nekünk. Eleve baj. De hát ez van. Mit lehet tenni? Ugye szól a mondás. Jó. Hát ezt a csatát se játszom le. Ugye itt ezek ilyen majdnem zsoldosok, a viglai, a, sőt inkább ilyen területi csapatok, az akontisztály, a gerelyesek, ugye itt ugyanúgy a gárda egység, az a kettő, aki a, szerintem a vezérhez köthető, a többi csak ilyen szedett-vedett népségek. Megpróbálom a láncsásokkal szétvenni ezt a két lovasságot. Ugye itt annyi előnyünk lehet, ami elég nagy előny, hogy szét tudjuk húzni a két sereget. És ugye az elit láncsás lovasságunkkal rá tudunk igazából csapni az ellenségre. Na nézzük, milyen ez a görög tüzes megoldás, annak milyen hat... Az igen? Az igen? Jó, hát, köszönöm. Ez, nekem ennyi elég is volt, ez egy nagyon hatékony egység. Jó, ennek örülök. Örülök, hogy láttuk. Hoppá, vissza a láncsások. Jó, tehát tulajdonképpen én azt tudom itt mondani nektek, hogy meg is lehet oldani ezt az egész mindenséget. Most értsétek jól, amit mondok, tehát eleve ketté húztuk a sereget, úgyhogy... Aha, itt valami történt. Jó, hát ezeket lerohanjuk. Ott látom, jönnek a az elitebb egységei. Megpróbáljuk azért menteni a menthetőt. Jó, de nagyjából látjátok itt is, hogy mi a bevált taktika. Eleve az ellenséges török sereg lovasságát könnyű legyőzni, nagyon szedett veled banda. De viszont arra figyeljetek, hogyha megjelennek a, ezek a könnyű láncsások, akkor rájuk azért érdemes odafigyelni. Jó, ez simán hozható csata, de mi nem csináljuk most végig. Nagyon jó ez a mód, nagyon jók az egységek, nagyon jók a lehetőségek, ugye a start pozíciók, tehát a kezdő kampány pozíciók tekintetében. Én azt tudom mondani bárkinek, hogy tényleg szenteljetek időt ennek a módnak, ezeknek a frakcióknak. Teljesen kifinomult és kihívásokkal teli kampányokat lehet vívni. Persze egy idő után kiismerhető ez a mód is, meg ez a fajta balansz is, amit ez a mód képvisel, de szerintem amilyen hangulatot áraszt a játék, így ezzel a móddal megtámogatva, az továbbra is zseniális. Úgyhogy hajrá! Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!